Lassan fejezzük a nyolcadikosoknak a meglátogatását. 20-valahány iskolába voltunk eddig. A tanáraink és a tanulók együtt járják az iskolákat. Ugye hát nagyon sok helyről utaznak hozzánk a diákok, 50 helységből utaznak iskolánkba a diákok, úgyhogy elég sok iskolát kellett meglátogatni. Ezt befejeztük, most pedig a szülőértekezleteknek van az időpontja. Milyen szakok nyílnak az idén a mezőgazdasági iskolában, és mekkora érdeklődés várható? Hát kezdeném a másodikkal, tehát elég nagy az érdeklődés egyenlőre, és remélem, hogy ez ki fog tartani ott júliusig is. Nem sokat változtattunk az iratkozási terven, ami eddig is volt, mert egy hosszabb tapasztalat, tehát 10-15 éve állandóan kövessük az iratkozási tervet, és próbálunk egy kicsit korrigálni rajta minden évben. Az a tapasztalatunk, hogy egy irányzatot változtatunk körülbelül évente, és ez elegendő. Tehát az újdonság, ami viszont van, hogy eddig mindig 20 és 24 fősek voltak az osztályok, amiket beírtunk. Az idén ezen változtatott az Oktatásügyi Minisztérium, ez minket is egy picit meglepett, mert 2 hete kaptuk pontosan ezt az értesítést, hogy most már nálunk is 30 fősek az elsős osztályok. Úgyhogy a 220-as beígért létszám helyett 280 helyet kaptunk az idén. Úgyhogy ez egyrésztből jó hír, mert azon a szakokon, ahol tolongás szokott lenni, ugye ez az állategészségügy és az élelmiszeripari technikusi szak, ez jó hír a szülőknek és a diákoknak, hogy biztosan be fognak kerülni ezekre a szakmákra. Másképp viszont nekünk lehet, hogy egy kicsit problémánk lesz, hogy nyissuk meg ezeket a szakokat, tehát összesen 9 tagozatot terveztünk az idén, 5 tagozatot magyar nyelven és 4 tagozatot pedig szerb nyelven. Nézzük akkor, melyek ezek a tagozatok. Igen, tehát mindig nézzük azt, hogy 3 éves és 4 éves irányzatokat is nyissunk. Magyar nyelven mezőgazdasági technikusi szakmát, élelmiszeripari technikusi szakmát és állategészségügyi szakmát nyitunk 30-30 tanulóval, ugyanezt megnyissuk szerb nyelven is. Ami a különbség, hogy szerb nyelven még kertész technikusi szakmát is nyitunk, tehát ez is 4 éves szakma, szintén 30 tanulóval. A 3 éves szakmákat viszont csak magyar nyelven nyissuk. Ami már tradíció, ugye ez a mezőgépkezelő és szerelő, vagy traktorista szakma, 30 tanulót várunk erre a szakmára az idén is, és ami újdonság, tehát eddig pékeket és henteseket képeztünk, 3 éve már nem nyitottunk virágtermesztő szakmát, az idén újraindítsuk ezt a szakot, tehát a virágtermesztő és konyhakertész szakra is 30 tanulót várunk. Azért választottam ezt az iskolát annak idején, mert otthon is állatokkal foglalkozunk, illetve szeretem az állatokat, és szerettem volna jobban megismerni őket. Hát gondolom, akkor így otthon is tudsz segíteni. Otthon is tudok, persze. Nagyfarm? Nem nagy, ez egy közepes. A tehenekkel, lóval, disznóval. Mi az, ami ez a 4 év alatt neked itt tetszett az iskolában? Hát a tanítás, az anyag, amit megtanítottak velünk, az viszonylag tetszett. Te miért választottad az állatorvosi szakmát? Hát egyrészt azért, mert hallottam, hogy az jó szakma és nagyon keresett, és hogyha befejezem vele aztán egyetemet, aztán elég jó munkalehetőség van vele. Mi vonzott még ebbe az iskolába? Hát, hogy az állatok úgy szeretnek úgy velük foglalkozni, meg érdekelnek. Otthon is vannak állataink, és akkor ezért. Neked mi tetszett ebben az elmúlt 4 évben itt az iskolában? Hát, ugye a szaktantárgyak azok úgy megfogtak. Még ugye a társaság, ami itt van, úgy elég jó osztály is kialakult. Miért választottad ezt az iskolát annak idején? Annak idején hát úgy választottuk, hogy mivel először is másik szakon voltam, közelebb állt a családunknak a szakmájához, ezért választottam. Azután pedig sajnos az a szak, amelyik én voltam, sajnos nem ment, ezért úgy gondoltam, hogy akkor átiratkozok egy másikra, akkor jött szőbe a élelmiszeripari technikusok, ez a szak. Oszor ez sokkal jobban passzolt, és rájöttem, hogy ugyanannyi tanulásra sokkal több eredményt és nagyobbat elérhetek. Szóval akkor ezért választottam ezt a szakot. Meg vagy elégedve az iskolával? Igen, meg. Szerintem nem volt rossz döntés ide jönnem. De miért választottad ezt a szakot, illetve ezt az iskolát annak idején? Nekem a barátnőm javasolta, és nagyon megtetszett, mert mondta, hogy így sütni lehet, meg mindig készítünk valami süteményeket, és azt így az életbe is fel tudom még használni. Mi az, ami tetszett ebben az iskolában ez a 4 év alatt? Sok minden, mert így sütünk minden héten, akkor van az ekonómia, oda is ki lehet járni, meg
megtanuljuk, hogy az állatokat hogy gondozzuk. Mikorra várható az iratkozás? Meddig lehet jelentkezni? Hát ezt minden tanuló majd az általános iskolában megkapja ezeket az információkat, mi már csak a kész listákat fogjuk kapni, és július, ha jól tudom, július 7-én, 8-án lesz az iratkozás, akkor már az általános iskolákban pontosan megkapják, hogy a tanulók hova iratkozhatnak. A nagybecskereki gimnáziumnak több mint másfél évszázados múltja van. A hatosztályos piarista gimnázium 1846. októberében nyitotta meg kapuit. A piaristák 1920-ig végezhették tevékenységüket a városban, ahonnan ekkor kiutasította őket az új hatóság. A múlt század második felétől a szerb nyelvű tagozatok mellett folyamatosan nyílik minden iskola évben egy-egy tagozat magyar anyanyelvű diákok részére is. Gimnázium jednu tradíciu 171 godinu postojanja. Više od 27.000 učenika je završilo ovu gimnaziju. Mi imamo mogućnost da podelimo učenicima to opšte obrazovanje, jedno kvalitetno obrazovanje. Pokazuju se rezultati pošto ti naši učenici upisuju uspešno željene fakultete. Što se tiče učenika koji pohađaju nastavu materinje na mađarskom jeziku, mi svake godine upišemo jedno odeljenje opštih tipa na mađarskom jeziku, što nam je drago i mi imamo potpunu zastupljenost nastave na mađarskom jeziku, tako da naši učenici slušaju predmete na mađarskom jeziku. Az iskola diákjai kiváló eredményeket érnek el a versenyeken, részt vehetnek különböző projektekben. Mi imamo veliki broj učenika koji postižu odlične rezultate na državnim takmičenjima, osvajajući prva, druga i treća mesta. Imamo međunarodne projekte. Nama trenutno sada naša deca borave u međunarodnim projektima u Švajcarskoj, u Nemačkoj. Sada upravo 1. juna deca mađarsko odeljenje ide u Budimpeštu u saradnju s jednom mađarskom školom. Znači, uvijek imamo tu aktivnost i mi želimo da gimnazija bude jedna lokomotiva društva koja će vući dalje, gdje će se pokazati taj kvalitet. A magyar tagozatokon nem csak nagybecskereki diákok tanulnak, hanem szép számban vannak vidékiek is, sőt, Közép- és Dél-Bánát magyar lakta településeiről érkeznek utazó diákok, illetve bentlakók. Anikó vagyok, Tordáról érkeztem, és hát szerintem itt mindenki azért jött a nagybecskereki vagy Zrenyini gimnáziumba, mivel még nem tudja, hogy mit kezd a további életében, milyen pályára fog lépni, és szerintem ez a két év alatt, már ez a két év alatt rengeteg tapasztalatot gyűjthettünk, és rengeteg tudást kaphattunk a tanárainktól. Nandi vagyok, úgy szintén nagybecskerekről. A gimnáziumot azért írtam be, mert általános iskola után még szerettem volna kapni 4 év gondolkodási időt. A feltételekről annyit mondhatok, hogy a tantárgyak nagy részét magyarul tanuljuk, van aztán egy pár, amit szerb nyelven. Tanárok nagy részével meg vagyok elégedve. Margarita vagyok Torontálvásárhelyről, Debercsáról. A gimnáziumot először nem akartam beérni, de aztán nem bántam meg, mert több tapasztalatot szereztem, meg vagyok elégedve mindennel. Csak pár tanárral konfliktusba kerülünk, de meg vagyunk. Noémi vagyok Muzsjáról, és a gimnáziumot azért írtam be, mert nem tudtam, hogy mit tegyek még az életemmel a jövendőben, és mert nagyon sok jó hírt hallottam, sok rokonom és ismerősöm is ide járt. A feltételek kitűnőek, és örülök, hogy ezt az iskolát írtam be. Bicók Lilla vagyok, Magyar Csernyiről érkeztem, és azért választottam a gimnáziumot, mert nem nagyon tudtam, melyik pályára lépjek, és ahova most kitűztem magamnak, oda ez szükséges. Magyar Csernyi elég nehéz van, 45 perc autóval, úgyhogy én bent lakok a nagybecskereki iskola nővéreknél.
A gimnázium egy év után, hát kezdem megszokni, nem annyira nehéz, mint elejében. Nekem legnagyobb probléma az a latin, de azért elmegy. Az én nevem Csapó Gabriella, Itabéről, Magyar Itabéről jöttem, és hát azért jöttem a gimnáziumba, mert nem tudom pontosan még, hogy mit szeretnék folytatni, és úgy gondolom, hogy ez jó alap mindenhez, bármit is szeretnék aztán folytatni. Én utazok, hát Itabé az 38 kilométerre van, nem annyira messze, hogy ne bírnék utazni.